Azt hiszem, kedves testvérek, hogy különösképpen most a nagybőjt kezdetén érdemes egy kicsit magunkba szállva elgondolkodni a saját zavarainkon, a saját bénultságainkon, a saját megkötöttségeinken. Nagyon sokszor rossz sztereotípiákat kapcsolunk a nagybőjthöz. Valamiért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez mindenképpen a fogunkat összeszorítva izzadós, valamilyen kibírni látszó időről szól, pedig tulajdonképpen nem is ez a legfontosabb dolgunk, nem is mindig a lemondás, nem is mindig valaminek az elhagyása, valaminek, amiről deklaráltan kinyilvánítjuk, hogy rossz, hogy nem jó, hogy nem a javunkat szolgálja, annak a felhagyásáról szól. Nyilván arról is. De a hegyi beszédben Jézus olyan gyönyörűen említi meg a bőjt összetevőit, amikor azt mondja, a hasznos, az egészséges, a jó bőjtről, hogy annak elengedhetetlen része az imádság, és ettől elválaszthatatlan a jó szándékaink, azok a jó szándékaink, amik jó tettekké is válnak, amit sokszor régies szavakkal alamizsnálkodásnak hívunk. És nyilván, ha egy három összetevőt szemléljük, jól láthatjuk ám, hogy azt senki nem mondja, hogy imádkozz kevesebbet, hogy tégy kevesebb jót, hogy alapvetően pozitív, előjelű, döntő többségében az egész. Nem az a dolgunk, hogy azt keressük, hogy mit ne tegyünk. Sokkal inkább az, hogy mi a dolgunk, hogy hol a helyünk, hogy hol van szükség ránk arra a sajátos, sokszor nagyon kicsiny többletértékre, amit mi képviselünk, amit mi adhatunk, amivel mi tehetjük jobbá a másik, egymás életét, munkálva vele a saját üdvösségünket is. Gyakran halljuk, hogy még nem a, hogy még ráérünk, hogy majd egyszer arra is sor kerül, majd, ha eljön az ideje. Szent Pál jól ismeri az embert. Azt az embert, aki a II. Korintusi levél megíródása óta sem változott olyan sokat. A módszereink kifinomultabbá váltak. De mi magunk tulajdonképpen alapjaiban pontosan ugyanolyanok maradtunk. Nem véletlen, hogy Pál nagyon markánsan azt mondja, hogy nézzétek, most van itt az alkalmas szent idő, most van itt az üdvösség napja.